Magyar Közút Nonprofit ZRT mintegy 7 éve, pontosan 7 évvel ezelőtt kezdte el ezt a személygyűjtési akcióját a földnapi alkalmából, illetve ahhoz kötődően. Ugye a földnapi az minden évben, mint már azt hiszem 20 éve, április 22-én van, és akkor mi kezdeményezésünkre országos személygyűjtési akció szervezésébe fogtunk. Elérjük a civil szervezeteket, iskolákat, közintézményeket és felhívásunkra. Ez alatt a 6 alkalom alatt immáron 230 ezeren vettek részt az akcióban. Annyi kimutatásunk van, hogy összesen ez alatt a 6 alkalom alatt mintegy 36 ezer köbméter szemét gyűlt össze, ami ugye évente 6 ezer köbmétert jelent. Igazából a célcsoportunk az a teljes lakosság, viszont azt tapasztaljuk, hogy elsősorban a fiatalok és azon belül is a legfiatalabbak érdeklődnek a leginkább az akció iránt, tehát az iskolások és az alsó tagozatosok. És ami különlegességet most el tudnék mondani, az az, hogy most idén először óvodások is jelentkeztek, illetve két óvoda is bejelentkezett több száz óvodáskorú gyermekkel, és ők is ott lesznek az utak mentén és szedik a szemetet. Most 2011-ben mintegy 50 ezer jelentkezőnk van már is, és minden résztvevőnek adunk láthatósági mellényt, kesztyűt és zsákokat is a helyszínre viszünk, majd pedig utána saját kollégáink a szemétbegyűjtéséről, hulladékbegyűjtéséről is gondoskodik. Idén már legalább 20 ilyen akciót helyi, de ezek helyi szerveződések, tehát városi, megyei, de inkább kisebb közösségek szerveznek. Amiről most tudomásom van, az például egy hasonló jellegű országos személygyűjtési akció, aminek az a neve, hogy Teszed, és ezt a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, a Vidékfejlesztési Minisztériummal karöltve szervezi, a mi közreműködésünkkel is. Ez május 22-én lesz, szintén országos.